azt mondja az igel, hogy az Istennek a szeretete, az kiűz minden félelmet. És aki teljes élete a szeretetben, az töké, tökéletes. tökéletes lett. Pontosan ezt az igével fejeztem be két héttel ezelőtt, egy másik evangélium szerint, amikor Már Márjáról beszéltem, emlékeztek, amikor oda ment Jézushoz, és rájöntötte az olajat, és hajával megtörölte, és azt mondja, hogy ezt a temetésemre tette és hogy Jézusnak nagyon nagy szüksége volt akkor erre a vigasztalásra, annyira, hogy nem is, nem is, gondolták akkor meg, hogy Jézus meg fog halni. De Mária ő türelmesen ült Jézus lábánál, és tudta, hogy, hogy Jézus igazat mond, és hogyha Jézus a haláláról beszél, akkor meg fog történni. Érdekes, hogy végighallgattam ezt a prédikációt múltkor, hogy mentem Győrbe, a végén már úgy bőgtem, megjöttem a galériába, kérdezték, hogy mi van, mi a bajom, mondom, semmi prédikációt hallottam saját magamat. Hát teljesen, de hát most uh, annyira megrendítő az a prédikáció, és uh, de azért, mert a mennyből jön. Szóval a, igazából az igazi prédikáció, az igazi prédikáció az a mennybe születik, és uh, nem a bölcsesség által van, és nem a tanult dolgok által, hanem az Isten érintése által. Ezért a Jocó is, amit mond, amikor kijön ide az ember, kiszolgáltatja magát, és, és érzi, hogy nem tud semmit sem tenni, csak Isten kegyelméből. Jaj lenne nekünk, ha tudnánk. Mert van olyan ember, aki rendelkezik egy olyan intelligenciával és tudással, hogy bármikor képes bármennyit beszélni csak ülsz a helyeden, és érzed, hogy el kéne, ez az ének jut eszedbe, hogy most kéne elfutni, elrohanni. <gül> <gül> és, <gül> mert érzem, hogy többé már nem lehet, ha most nem teszem. <laughs> ha most nem teszem meg. És igen, van olyan, amikor beszélnek, beszélnek, és tudod, hogy fáj a szíved, a lelked legbelül, mert nem tudod, hogy mit mondanak, vagy ha tudod is, nem érted, vagy ha érted is, azt mondod, minek mondják. De amikor az Isten beszél hozzád, akárkin keresztül, komolyan mondom, akárkin keresztül szó, tud szólni az Úr. A szamáron keresztül is szólt, bálám szamara, szamara, szamarán keresztül, és a kövek is tudnak beszélni, és tényleg olyan, olyan üzenetek jöhetnek egy kisgyerek szájából is, ami, ami fantasztikus. És... Ha nem leszünk olyanok, mint a kisgyermekek, még a prédikációban is, hogy kiszolgáltassuk magunkat a szent szellemnek, akkor nem, nem lesz jó az egész dolog. Én ezt a gondolatmenetet szeretném egy kicsit, hát talán folytatni, én hiszem, hogy az Úr adta nekem, hogy egy kicsit folytassam, mert mert nagyon megrendítő volt ez a, az egész történet Mária, hogy megkente Jézust a halálára és a temetésére kente meg. És egy másik kedvenc igény, most ezek a legkedvesebb igéim, amiket most olvasok. Kéré pedig őt egy farizeusok közül, hogy vele egyék, annak okáért bevenné a farizeus házába, és leüle. És imé a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában Leült enni hozzá egy alabástrom szelence drága kenetet. Hát már maradjunk ennél a drága kenetnél, a jót szó. Jó szó szerint. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy mindent elprédikál, de, de a Szent Szellem az fantasztikus. És megállván hátul az ő lábainál sírt. Könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait és fejének hajával törli meg és csókolgatta az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magába, ez ha proféta volna, tudná ki az és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvé Jézus mondanék ki Simon, van valami mondani való néked, és azt mondta, mester, mondjad, egy hitelezőnek két adósa volt az egyik adósa, 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. Kettők közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, hát azt gondolom, hogy akinek többet engedett el. És Jézus mondta igazán ítéltél. És ez az asszony fordulvá mondta Simonnak, látod-e -e ezt az asszony? Bejövén a te házadban az én lábaimnak vizet nem adtál. Ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törli meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És, és mondta annak, megbocsátattak néked a te bűneid. És akik együtt ülének vele, asztalnál kezdik magukat mondani. Ki ez? Hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged. Eregyel békességgel. Ez egy csodálatos ige, és a szeretetről szól. És a szeretetről beszélek én is most már több alkalom óta, hogy a törvényeknek a vége a szeretet. Mindennek a vége az isteni szeretet. És aki az isteni szeretetben él, az teljesen rendben van. Egy új törvényt hozott Jézus, azt mondja, új törvényt hozok, szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket. Az új szövetségnek egyetlen egy törvénye van, az a szeretet. Nincs, nincs több, nincs még, nincs még hozzárakva. Ez az egyetlen dolog. Ez a nő a szíve legmélyén megérezte azt a végtelen nagy szeretetet, ami kinyúlt ő felé a bűnös oltába. Mit gondoltok? Hogy jöhetett el oda? Úgy próbáltál már bemenni egy idegen helyre? Amikor tele vagy szorongással. Én megmondom őszintén, képárulást úgy kezdtem, hogy házaltam. És az egy nagyon kemény munka. Becsöngetni, és azt mondani, hogy jó hírt mondok, van eladó festményem. pontosan az ember nagyon nehezen csönged be, nagyon nehezen áll szóba idegen emberekkel, nagyon sok nehézséget okoz. És ez a nő, ez bement, berohant, oda futott, készült rá, nem véletlenül történt, mert olajat hozott. Drága olajat hozott. És ezt a pénzt hogy szerezhette vajon? Az írások azt mondják, hogy ez valószínűleg egy prostituált volt. És tudta mindenki róla, hogy nagyon bűnös. Tudta mindenki róla, hogy, hogy, hogy ez a nő, ez nem kereshetne semmit a gyülekezetbe. Ez ide nem jöhetne be most. Igen. Igen, az emberek hajlamosak arra, hogy, hogy lenézzék azt, aki nyomorult, azt, aki, aki tele van nyomorúsággal és bűnökkel. De megmondom nektek, hogy a bűn nem tesz boldoggá senkit se. És ez a nő is tudta, hogy ő nem boldog. Hiába volt pénze még drága kenetre is, nem volt az élete rendben. Én tűrjén, amikor erdész voltam először ezt az igét, a Don Francisco, amikor énekelt és a katka fordította le, akkor éppen öltöztem, és akkor csak elkezdtem sírni, amikor megértettem, hogy Istenek mekkora nagy a szeretete. Nem rúgta el magától ezt a nőt, aki a lábánál volt, hanem értékelte ezt a végtelen megnyillást, ezt a megszégyenülést. És képzeljétek el, hogy ez a nő nem kért bocsánatot. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e az igébe. Nem kért bocsánatot. Egyetlen bűnéért sem kért bocsánatot. Figyeled, hanem egyetlen egy dolgot csinált. Kimutatta a szeretetét Jézus felé. És Jézus mit csinált erre föl? Megbocsátotta neki az összes bűnét. Na most ez azért volt döbbenetes, mert abba a korba, Jeruzsálembe, nagyon-nagyon sok áldozatot kellett vinni ahhoz, hogy bűnöket bocsássanak meg. Ezek a farizeusok szerintem kiszámolták, hogy 362 vörös tehenet kéne föl legalább arról a bűnesetről, amit ők tudtak, föláldoznia, legalább, hogy tiszta legyen. Legalább. De már Jézus születésénél is föláldoztak egy kis gerlicét, meg mindenki. Tudja, ki tudja, mi van -e még itt. Egy kis bűnöcske bejön. Gyerekek, jobb tisztára. Jobb állandóan áldozott. Nehogy a fiai valami rosszat kövesenek el, és valami baj legyen. Az állandóan folyt a vér, állandóan folyt az áldozat, és az áldozatok, és a bikák, és a túlkok nem tudták tisztára mosni az embernek a szívét. Mert ez csak jelezte, hogy el kell jönnie a husvéti báránynak. Ez csak jelezte, hogy el kell jönni annak a valakinek, aki el tudja venni a bűneidnek a súlyát. És ez volt Jézus. És ott volt Jézus, és ez a nő rájött arra, hogy nem kell bika, és nem kell bárány, és nem kell galamb, és nem kell áldozat. Egyetlen egy dolog kell, hogy én most ővele találkozzam, és kifejezzem neki, biztos, hogy hallotta. Lehet, hogy ott volt a hegyi beszédnél, amikor beszélt. Lehet, hogy ott volt valahol, ahol meggyógyított egy leprást. Lehet, hogy elcsippett valamit az egészből, mint a, a vérfolyásos asszony, aki azt mondja, tudom, hogyha csak a költöse szegét megérítem, meggyógyulok, mert ez az ember, ez gyógyító, és én tudom, hogy meg nem csinálok felhajtást, nem megyek oda, nem kell, hogy a nevelmet tudja, semmi nem kell, hiszek benne, szeretem. Megérített és meggyógyult. És ez a nő így ment oda, és ez egy botrány volt, gyerekek. Ez egy botrány volt, a mai napig botrány egyébként. Nem tudom, hogy belegondoltok-e a mai napig botrány. Most felállítottam újabb galériám voltam a múltba, de erről most nem beszélek. Erről most nem beszélek. Nem be, Isten kegyelmébe, és oda valaki, és azt mondja, hát nekem az a kép kellene. És én már csináltam ilyent. Mondtam, akassza le, vigye el. Rám nézett, és elment. De ha le akassza, elviheti. Ingyér. Ingyér. De nem hiszik el az emberek. Nem hiszik el az emberek. Az embereknek nem kell a kegyelem, nem érted? Nem kell neki dolgozni akarnak, fizetni akarnak, vagy lopni. Az már abban ő is benne van, mert ügyes volt. De hogy ingyér így neki adjak egy képet, nem. Az úgy nem megy. És Jézus ingyér adta neked az életét. Odatta. A kereszten azt mondta, itt van, a tiéd. Nem kell érte semmit se fizetned. Ingyen kegyelemből van. Az emberek dolgozni akarnak, meg akarják érdemelni. Azt akarják, hogy hogy, hogy hogy majd, hogyha valamilyen szokásokat, cselekedeteket, valamiket meg, akkor majd rendben lesz. De nem. Ingyér kegyelemből van a megtartásunk, Isten szeretetéből, és nem tőletek van ez, hogy senkinek érkedjen. Menjünk tovább így a... Na, így, ezekbe a lábmosásokba így velejöttünk akkor... Nem csak Jézus lábát mosták, hanem Jézus is mosta a tanítványainak a lábát. A János Evangéliumban ez szépen le van írva. Nem akarom. Fel kell -e a vacsorán? Ez utolsó vacsoránál van szó, és a János Evangéliumban van csak benne ez az ige. Fel kell -e a vacsoránál levévi az felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait. És megtörleni a kendővel, amelyel körül van kötve. Méne azért Simon Péterhez, és azt mondta neki, uram, te mosod-e meg az én lábamat. Felele Jézus, és mondané ki, amit én cselekszem, azt te most nem érted. De ezután majd megérted. Mondané ki Péter, az én lábamat aztán meg nem mosod soha. Felelené neki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi közöm sincs hozzád. Na mondd a sinom, hogy jó van, uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet, a fejemet is. Mondanék Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábait megmosni. Különben egész tiszta, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem minnyáján. Tudta ugyanis, hogy aki elállja őt, azért mondta, nem vagytok minnyáján tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette újra, leülvén mondanékik, értitek é? hogy mit tettem veletek. Ti engem így hívtok, Mester és Úr. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én Úr és Mester megmostam a lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképp cselekedjetek. Bizony, bizony, mondom néktek. A szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt Küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Egy érdekes, két több üzenete is van ennek, de most kettővel foglalkozom. Az egyik az, hogy a mester megmossa a tanítványok lábát, ugyanazt teszi, mint Mária. Na most azért csak úgy szeretném elkülöníteni a, a, a szereplőket. Mária Magdolna, a bűnös nő, és Mária, ez három személy a Lázárnak a testvére. A Lázárnak a testvére Mária megkente Jézust a temetésére. A bűnös nő, aki prostituált volt, akit elolvastam, ez nem Mária volt a neve, és egy, nem, nem, nem Mária Magdolna sem, jó? És volt Mária Magdolna, akivel még majd foglalkozunk, és aztán majd foglalkozunk Máriával, Jézus anyjával de azért elég sok Mária van ebbe a történetbe, akár csak a mi családunkba. Szóval. De itt történt egy érdekes dolog, ami nincs a világon. Azt mondja, a világ urai hatalmaskodnak közöttetek, uralkodnak rajtatok, kihasználnak benneteket, lenyúlják a pénzeteket, tönkreteszik az életeteket, de közöttetek ne így legyen. Megbetegedett az egyik alkalmazottam, és úgy nézett, hogy nem tudja ellátni, a, mert eltört a lába, ellátni az egész munkáját, és megbeszéltem az Annával, a Bicskei Gyurival, a Lantos Gyurival, és magammal, ha lemegyünk, helyettesítjük, és megkapja ugyanazt a fizetést. De ez nő nem, tud, nem tudott mit tenni ezzel a dologgal. Azóta teljesen megváltozott, mert egy kicsit olyan kek volt velem. Nem tudja a földolgot. Most elkezdte ledolgozni az Annánál, hogy majd ő ledol... Mondom, figyelj ide, Anna. Ha megengedett, hogy ledolgozza, kirúglak mind a kettőtöket. Érted? Kegyelemből, ingyen, szeretetből kapta. Azért, hogy ne, ne érje hátrány, miközben amúgy is nyomorult, hát amúgy is bajba került, most lépjünk még rá, amikor amúgy is nehéz neki. Nincs visszaadás. Nem lehet ezt visszaadni. Megköszönni lehet. Megköszönni lehet. Ez is olyan nehéz dolog, hogy adok valakinek valamit, és azt mondja, de mit csinál? Köszönöm szépen, ennyi csak. Köszönöm szépen. A Semmi. Tehát adnak valamit, köszön meg, és menj el. Örömmel. A festménnyel. Igen. Megkaptad. A tiéd. Menjél el. Köszön. Sok ember. Isten adja neked a kegyelmet. Adja neked a lehetőséget, és nem, nem mersz vele élni. Ott állsz, és nem tudod magadévá tenni, nem tudod átvenni, nem tudsz belemenni. Na de a főnök, az igazi főnök azt mondja, közöttünk olyannak kell lenni, hogy, hogy a te lábadat mossa. Azt mondja, a gyümölcseiről ismeritek meg a fákat, gyerekek. Olyan egyszerűek ezek az igék, és mégis az emberek valahogy nem értik meg. Azt szeretnék, hogy a gyülekezeti pásztor uralkodjon róluk, rajtuk, elszedje a pénzüket, elszedje a pénzüket, az, hogy, hogy, hogy jobb legyen ő náluk, és ezt az érzetet keltse bennük, hogy, hogy, hogy jobb mindenkinél, ő a nagy favorit, ő a Superman, a nagy felkent, te pedig, aki senki, aki soha oda el nem juthatsz. És ezt akarják, hogy, hogy egy ilyen iparág jöjjön létre. De nem lehet így, amikor téged le akarnak uralni, amikor te tőled el akarják szedni a pénzedet, amikor neked be akarják bizonyítani, hogy kis hülye vagy, akkor ez nem a Szent Szellemtől van. Az Isten nem ezt akarja ugyanis, képzeljétek el, nem ezt akarja, hanem meg akarja mosni a lábadat. Azt akarja, hogy azt érezed, hogy fontos vagy. Azt akarja, hogy meglássad, hogy, hogy ő, ő számára annyira fontos vagy, hogy a lábadat képes megmosni. Ott érdel el előtted az Isten, és mossa a lábadat. Ekkora szeretet van ő benne. És nem az a foglalkozik, hogy Júdás majd el fog árulni annak a lábát is megmosta, képzeld el, itt az utolsó vacsorán. Megmossa a Júdásnak a lábát is, itt le van írva. Le van írva, mert azt mondja, azt nem... Azoknak lábait a felsőre felvette, stb. értitek. Ti nem, engem így hívtok, mester, uram, és jól mondja, azért, ha én, sem mindegy, ott volt Júdás is. És azt mondja, kiderül a szövegből. És Keresztény körökben nem létezik, hogy elfogadható legyen az, hogy aki szolgál, az kihasználja a csapatot. Nem létezik keresztény körökben, hogy aki, aki fent van és irányít, akár pásztor, akár presbiter, akár ki. Nem véletlenül a világon egyik legsikeresebb film volt ez a Legyetek Jók, ha Tudtok. Mert ez a pap ez ott élt a gyerekekkel, és meg lehetett közelíteni, meg lehetett fogni, beszélhet, be lehetett rugni, le lehetett nullázni. Igen, nem véletlen, hogy, hogy a katolikusok közül a legnagyobb sikert például a Szent Ferenc. Hát igen, mert levetett mindenét, odatta mindenét, és e egyszerűen, egyszerűen megértették az emberek, hogy hát igen, ez az ember, ez valaki, ez több, mint, mint aki ragaszkodik az ékszerekhez, meg a pompához, meg a ruhákhoz, meg az aranyakhoz, meg a templomokhoz, meg minden dicsőséghez, meg ö, mindenfajta politikai nagysághoz. Az a kereszténységben, aki igazán nagy, az egyhez ragaszkodik, Isten szeretetéhez. És ez a szeretet megrendíti az embereknek a szívét. Az igazán nagy ember egyébként a tudósok közül is az, amikor amikor csak mosolyogva mond valamit, és nem mondja azt, hogy de hát én nekem ennyi doktori címen van, hanem érzed, hogy felemel, érzed, hogy segít, érzed, hogy aládjön, hogy te értsé meg egy egyszerű képletet, ami ő már réges-rég túl van. Az igazi jó tanár ilyen, a jó tanár szolgálja a diáknak, és a diák, mikor ezt megérzi, mindent megtesz a tanárjáért. Képzeld el, ez így van. Csak azt tanítják, hogy uralkodni. Uralkodni, csakba tartani, a gyereknek kiátszani. Ő is uralkodni akar a maga módján, és uralkodni akar itt már mindenki. És ebben a nagy uralomban tönkre megyünk. Tönkre megyünk ebben, a mindenki az igazát hajtja, mindenki meg akarja fogni az ő, ő igazságát, és veszi elő a kardot. Múltkor kiszállt két ember az autóból előttem, és tényleg kiúzták a kardot. Nem nekem, én csak láttam. Neked, a Ferire ki is húztál. A fej, Feri átért, Igen, a Ferit azt le akarták kaszálni. Érted? És, 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 egyszerűen, egyszerűen amikor, amikor megérzed azt a dolgot, hogy az igazi keresztény az a te javadat akarja. Az igazi keresztény az téged isteni szeretettel szeret. Nem majom szeretettel, nem humanista szeretettel, nem emberileg akar jótékonykodni, mert Márta volt ilyen, állandóan jótékonykodott, hanem az isteni szeretetet adja akkor, amikor kell. Mária nem volt képes egy ilyen, Márta nem volt képes egy ilyen alabástron szelencét hozni, hanem erre Mária volt képes, aki hallotta az igét, aki tele volt isteni szeretettel. Márta nem tudta a követ elgördíteni, erre Mária volt képes. És itt ebben az esetben is Jézus egyszerűen azt mondja, hogy ha én vagyok ilyen, ilyen úr, akkor közöttetek, aki legnagyobb akar lenni, legyen ilyen szolga, mint én. Érthető? Nagyon egyszerű a tétel, azt mondja, gyümölcseiről ismeritek meg a fák a gyerekek. Szedneke, e szőlőről dinyét? Nem. Szedneke, e narancsfáról banánt? Nem. Szednek-e kaktuszról akármit? Nem. Hát értsük meg, Értsük meg, értsük meg egy... Jézus, mikor ezt az egyszerű példázatot mondja, azt mondja, értsétek meg, gyümölcseiről ismerjétek meg a fákat. Az igazi nagy ember a szolgál. Képzeld el. Az igazi nagyember az emel. Az igazi nagyember az nem akar nagy lenni, hanem önmagában már nagy. Nem kell neki kürtöltetni, hanem megérzik. És ha meg is mossa a lábadat, akkor teljesen azt a szolgáltat végzi, amit Jézus is. Ez ott az egyik mondani valója ennek a történetnek. A másik mondani valója azt mondja, és ti is egymás lábát mossátok. Úgy érzem, hogy a legjobban a mostani időben szeretet fogy el, a bizalom, a türelem, és meg kell állnunk, és oda kell figyelnünk egymásra, mert szükségünk van a másik szeretetére, és a másiknak szüksége van az én szeretetemre. Ez nem megy az emberi testből. Nem megy. A test az önző, a test az ideges, a test tele van feszültséggel. Nem megy hanem a Szellem alkalmassá tett bennünket arra, hogy az új szövetség szolgálatába álljunk. Alkalmassá tett bennünket arra, hogy Isteni szeretet legyen a szívünkbe. És igen, kérned kell. Kérned kell, aki kér, az kap, aki keres, az talál. Kérned kell, amikor elfogy a szereteted. Amikor elfogy a türelmed, amikor elfogy a hited, amikor elfogy az erőd, kérned kell, és ad, kapsz, aki kér, az kap. És igen, szükségünk van arra, hogy megalázzuk magunkat, letérdejünk, és azt mondjuk, Uram, törzs, meg a szívemet újra szeretettem, mert elfogyott. Elfogyott a szeretetem a gyerekeim felé, elfogyott a szeretetem a feleségem felé, a férjem felé, a munkatársaim felé. Az emberek festményt azért vesznek a Jocótól, meg én tőlem, nem azért, mert olyan kiváló, jó. Pestményeket árulunk, persze azt is árulunk, meg persze nagyon jókat árulunk, a legjobbakat. De mégsem ezért vesznek, ha nem tudjátok miért. Érzik, hogy szeretjük őket. Ezt komolyan mondom. Érzik, hogy szeretjük, és az emberek mindent megadnának azért, hogy szeressék őket. Komolyan mondom. Mert semmi másra nincs szükségünk, mint arra, hogy szeressenek bennünket. Ez a világosság az életünkben, hogy szeret bennünket az Isten. És ezt a világosságot tudod ráárasztani a Máriára is. És sokszor úgy evangéli, ugye, evangelizálnánk, és elmondanák, hogy térjetek meg, mert elközedett Isten országa. Az evangelizálásban is csak az a hatékony, amikor az emberek megérzik, hogy te szeretetből szólsz hozzájuk. Nem kényszerből, nem kötelességből, hanem a szeretetet, az Isten fényét adod nekik. És akkor, akkor megváltozik az életük. Menjünk tovább, egy másik, máma nőkről van szó, Jézusnak nagyon komoly női tanítványai voltak. A, a, a bűnös asszony után így kezdődik, a, mert ez a Lukács 7-ben van a bűnös asszony, aki megkente, a, vagyis megmosta a lábát Jézusnak és megtörölte, és a nyolcadik vers is, és lőn ezután, hogy ő jár városonként és falunként prédikálván, és hirdetvén az Isten országát, és vele a 12 és némely asszonyok, akiket tisztáltalan lélekből és betegségekből gyógyított meg, Mária, aki Magdalénának neveztetik kiből, hét ördögöt űzött ki. <laughs> Tehát, nem, nem Mária Magdolna, amit már mondtam, ez egy rossz fordítás, hanem a Magdalából származó Mária, akiből hét ördögöt üzött ki. Ezt annyira tudták, képzeljétek el, hogy hét ördögöt üzött ki bele Jézus, hogy majd itt a keresztnél is, mikor azt mondják, ott állnak, és Mária, akiből hét ördögöt üzött ki. Tehát ez egy elhíresült dolog volt. És mi történt itt Mária Magdolnával? Mária Magdolnával is az történt, hogy az Istennek a szeretete megszabadította őt. És nem írt alá egy jegyzőkönyvet, hogy ezután hűséges tanítványa leszek Jézusnak, betartom a keresztények tizenkét pontját, mert ha nem sújtson engem népköztársaságunk megvetése, <laughs> hanem a szívében kapcsolódott Jézussal a szeretettel, és tudta, hogy megszabadult. Hét ördögtől szabadult meg. Most ezt nem akarom elmondani, ezt a hét ördögöt, hogy hogy hívják őket. El tudnám mondani akkor, hogyha kijelentésem lenne. De nincsen erre kijelentésem, ezért nem, nem, mondom. És a, végét, végé, végét, végét lekerekítem én is, úgy látszik, ilyen kicsit ilyen, én is összekeveredek itt már Cetlijeimbe is. A Máté 27-nél. 27, 56. Mindegy, elmondom, tudom, hogy mit akarok. Tehát Jézus keresztjénél, amikor Jézus kin halátusába van, akkor gyakorlatilag ott Mária volt az édesanyja, János, Mária, a Magdalai Mária, és még nem asszonyok. A férfiak elfutottak. János is úgy, úgy szerepelőtt, és János, akit őt szeretett. Tehát János különösen nagy szeretettel kapcsolódott Jézushoz, és különös mértékben tapasztalta meg Jézusnak a világosságát és szeretetét, ezért a János evangéliumot egy szeretet evangéliumnak is mondják. A János levelei a szeretetről szólnak. A vége mindennek a szeretet. Péter a nagyhangú, a hős, az erős, megtagadja Jézust, elmegy onnan, nem bírja ki. Most gondoljatok bele, hogy látni kell egy barátodat, aki még él, föl van feszítve, és várjuk a halált ez olyan, mint amikor valaki rákos, nincsen, nincs menekvése, ott vagy, nem tudsz neki segíteni, várjátok a halált. Nem tudod meggyógyítani, ha csak Isten különös kegyelméből a gyógyításnak az erejét ki nem árassza, nem tudsz mit csinálni, de egy dolgot mégis tudsz csinálni, képzeld el. Ott vagy. Ott vagy. Mert sokszor, azt gondoljuk, hogy nagy dolgokat kell tennünk, pedig az élet nem nagy dolgokból áll, hanem nagyon kicsi dolgokból. És ott voltak ezek, és a kereszten még azt tudta mondani Jézus, hogy ima a te anyád. Jánosnak, és János akkor magához fogadta Máriát, és ott volt Mária Magdolna, aki, aki ott teljesen összetörve Végig kellett, hogy nézze, hogy azt a hatalmat, amivel ő megszabadult, és amivel kiűzték belőle az ördögöket, az ott, ott szenved, és gyakorlatilag nem tud senki segíteni senkinek. Mindjárt, meg, 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 és egy igét még szeretnék olvasni. Mária pedig Künt áll, a hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötét reggel volt, Méne Magdalai Mária a sírhoz, és látta, hogy elvették a követ. Futa azért, és Méne Simon Péterhez, és annak másik tanít, és futnak, stb. És aztán benéztek, hittek, és elmentek. Mária viszont nem tudott elmenni, ott maradt. Visszamennének azért a tanítványok az övéhez. Mária pedig küntált a sírnál sírva. Amíg azonban siránkozik, behajol a sírba, és látta két angyalt fehér ruhába ülni, az egyiket fejtől, a másikat láptól, ahol Jézus teste feküdt. És mondának azok nékik, asszony, mit sírsz? Mondanékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették őt. Ebben a nőben akkora volt a szeretet, akkora volt az Isten, az Jézus iránti szeretet, nem tudott hova menni. Nem tudott hova menni. Nem tudott haza menni. Nem tudott sehova sem menni. Ő egyet tudott. Ő, ő, ő ott marad. Ő, ő nem tud tovább élni Jézus nélkül. Egy olyan változás történt az életében, hogy nem akarta ezt, a, ezt az egész dolgot abba hagyni. Mert úgy nézett ki, hogy vége van. Képzeld el, a mi életünkben is van így. Hogy úgy néz ki, hogy vége van ennek a gyönyörű felvonásnak, hogy meggyógyultunk, megszabadultunk, hét ördög kiment belőlünk. Aztán jönnek a nehéz napok. Mint ahogy Máriának is jöttek az anyjának, a Jézus anyjának is a nehéz napok. És elmentek, mert azt hitték, hogy Jézus megbolondult, hogy vissza a vigyék. És akkor azt mondja, az az én anyám és testvéreim, akik hallgatják az én beszédemet és megtartják. Ennyi, ennyi. Vannak nehéz napjaink. Mária, amikor látta Jézust ott a kereszten, ez nem könnyű. Mária Magdolna, amikor látta, hogy meghal a mestere, és leveszik, és ott van, és most már a teste sincs meg, ez egy nagyon nehéz állapot. Sok baja van az igaznak. Képzeld el. Sok baja van az igaznak. De mindegyikből kimenti az Úr. Mikor a galéria fölállításából laposkuszásba érkeztünk haza, mert már lábra nem tudtunk állni. A Mária az sírógörcsöt kapott szegénykém, lefektettük. Rendkívül sokat dolgoztuk, és nagyon sok kudarc ért bennünket. Akkor azt mondtam a bicskeinek, figyelj ide, bicskei, hát itt a vörös tenger. Hát ez az, úgy néz ki, hogy elpusztulunk. És akkor most adjuk fel, mondjuk azt, hogy kész, vége, nincs istenünk. De van Isten, és Isten akar megbátorítani téged. És azt mondtam, Uram, bátorítsál meg engem! Bátorítsál meg engem, mert bajba vagyok, hát nehézségbe vagyok. És bementem másnap reggel, és velem jön szembe egy takarítónő. Figyelj, ez most történt. Az Úr megbátorít, vett komolyan, kérjedőd, segíteni fog. Jön a takarítónő, és azt mondja, hogy hát ő neki van egy kubinyi ismerőse, de az prédikátor. És mondom, és hol lakik? Azt mondja, vidéki. Mondom, hát én, én is prédikátor vagyok. Így rám néz, soha nem találkoztunk. Ez hallgatja az ettáimat. És azt hiszi, hogy ismer. De hát még nem. De... de én mégiscsak ismer. Mert ahogy elkezdtem beszélni, azt mondja, igen, ez az a hang. Ez az a hang. Az Úr megbátorít téged, engem is megbátorított, bocsássatok meg. Ezt tudjátok mekkora bátorítás? Amikor nagyon bajba vagy, akkor a legkisebb bátorítás is nagyon nagy. Amikor nagyon nagy bajba vagy, a legkisebb bántás is óriási. Ezt komolyan mondom. Ezért nagyon vigyáznunk kell, hogy egymást ne bántsuk. Inkább hallgassá. Inkább hallgassá. És mondan azok néki, az asszony, mit sírsz, mondan néki, mert elvittétek az én uramat, és nem tudom, hova tettétek őt. És mikor ezt mondta, hátrafordult, és látta Jézust ott állni, és nem tudja, hogy az Jézus. Mondan néki Jézus, asszony, mit sírsz, kit keresel? Azt pedig azt mondta, azt, azt hitta, hogy a kertész az, mondan néki, uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted őt, és én elviszem őt. Mondanék Jézus, Mária! Az megfordulvá mondané ki, rabbóni, ami azt teszi mester, mondanéki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihez, és mondd meg nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, a te Istenetekhez, elméne Mária Magdaléna, Hirdetvén a tanítványunknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki És. Jézus először egy nőnek jelent meg, egy olyan nőnek, aki nem volt hajlandó nélküle élni. Jézus először egy olyan nőnek jelent meg, akiből hét ördögöt tűzött ki. Ez volt a ő diplomája. Ez volt az ő teológiai végzettsége. Mit végezte édes lányom? Hét ördögöt üztek ki belőlem. Szabad vagyok. Jézus szeret engem, és megszabadított. Az én diplomám egy pecsét a szívembe. Jézusnak a szerelme. És most ne aragudjatok még, még egy igét. De annyi ige van ebbe a Bibliába. De érdekes, tudom. De, 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 de ez komolyan, ez a már cetliaimben sincsenek meg. Már. János. Figyelj, nagyon fontos, nagyon fontos. Fel kell -e Jézus, János 14-23. Fel kell -e Jézus, és mondanék Ez fontosabb befejezésre. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallatatok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. Ezeket beszéltem néktek, amíg veletek voltam. Ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit én nevembe küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetet bejuttatja mindazokat, amiket mondottam néked. Békességet hagyok néktek. Az én békémet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Azt mondja, hogy a szeretet tesz képessé arra, hogy Isten törvényét betartsd. Figyelsz? A szeretet tesz képessé arra, hogy Isten beszédeit betartsd. Nem a törvény tesz képessé arra, hogy betartsad. Nem a törvénynek a szelleme, nem a megfelelés, nem a parancsolatok sokasága, hanem az Isten szeretete, és ez a képességedet a Szent Szellemtől fogod kapni. Azt mondja, mindenre megtanít a Szent Szellem. A Szent Szellem kihoz téged mindenből, a Szent Szellem megtanít téged mindenre, a Szent Szellem elveszi a bűneidet, elveszi a megközöttségeidet. Ez Jézusnak a búcsú beszéde, ez, ez az első része, amikor kezd búcsúzni már a tanítványoktól. És azt mondja, hogy a szeretet az, és akkor megtartod, és akkor benned, lesze, ben, benned leszek. És nagyon fontos még, amit annyiszor mondtunk, hogy amikor Krisztus bejön, akkor bejön az Atya, és bejön a, az egész menny a szívünkbe. Tehát mi menj, fönt vagyunk. A jó szó, amit mondott, amikor elmondta nekem ezt a prédikációt, még azt mondta, tudomásul kell venni, hogy mi fönt vagyunk. Érted? Az atyában. El vagyunk rejtve Krisztusban. Krisztus bennünk van, Krisztus az atyában van, tehát mi is ott vagyunk, a Szent Szellem által. Össze vagyunk kötve a mennyel. Nem csak egy olyan ember vagy, akit el lehet taposni. Nem csak egy ember vagy, aki csak úgy puf, meghal. Van, aki meghal. Az úr dicsőségére. Igen. És akik látják a halálát, megtérnek. Elgondolkoznak, igen. Valaki hosszan él. Az se jó. Gondoltál már erre? Gondoltam már erre? Az se jó. Az öreg tanárom, most elbúcsúzott tőlünk a Kondor 86 éves, és mondta, hogy nem látok többé engem, hát én persze Máriával mindjárt sírtunk. Mondta, most búcsúzom és fél órát beszélt életbölcsességüket, hogy, hogy mire figyeljenek oda, mire figyeljünk oda, gyerekek, erre figyeljetek oda, arra figyeljetek oda. Elmondta az élete summáját, elbúcsúzott, és azt mondja, mindenki elment már, egyedül vagyok, most én jövök, én követem. Nem könnyű maradni, mert sokszor sajnáljuk, hogy fiatalon meghalt szegény, és szegény öreg, akinek már nincs senkie, mert mindenki meghalt, körülötte a kortársai, az se könnyű. Most bennél egy szeretett otthonba, gettónak hívja, azt mondja, bemegyek a gettóba, de meg fogjuk látogatni, mert tudom, hogy kell, hogy imádkozzunk érte. Mária is kapta a szívébe, és várom a halált. Hát vége, nem tudok hova menni, menni se tudok igazán. Tehát sokszor az ember megkérdezi, hogy miért ilyen fiataló halt meg, vagy miért így történt, vagy miért úgy történt. Hát megkérdezzük. Az Úr dicsőségére van minden, és a szeretetben, ha járunk, képzeljétek el, megnyílik a menny, és fantasztikus erők szállnak le a mennyből, és nagy dolgok mennek, csak ne kérdezgessünk már annyit, és ne akarjuk már annyit tudni, hanem kezdjünk el szeretni. És hagyjuk abba mindenfajta ítélkezést, mert megítélni, elítélni mindig lehet a másikat. De Isten nem ítélt, ezeken a történeteken keresztül látjuk, nem ítélt el a tanítványokat, még Júdás sem nem ítélt el a bűnös asszony, nem ítélt el Mária Magdolnát, nem ítélt el, hanem megbocsátott nekik, elengedte a védkeiket. És ezzel a szeretettel nyúlt le hozzánk, és ez a szeretet őriz meg minket. Ez, az, ez, ez, az, ez, a vége. A predikációnak a vége, az egész tanításnak a vége, az egész Bibliának a vége, hogy Isten szeret téged. Ez a vége, nincs több mondani való. És amikor te is szereted az Istent, akkor megszabadulsz a bűnöktől, el fogod hagyni őket, meg fogsz világosodni, nem azért fogsz megvilágosodni, mert beolvasnak neked, hogy milyen nagy bálványimádó vagy, hanem azért, mert szeretnek. És aki szeretnek, az Isten szeretete kiárad rád, a Szent Szellem betölt és a Szent Szellem elmondja neked, hogy ne imádd a bálványokat. És te örömmel ott hagyod. Ez így van. Próbáljál meg magadat magadat sem tudod igazán megváltoztatni, hát még a másikat, csak fölbosszantani tudod. De az rettenetesen. De ha másikat elkezded szeretni, tudod, mi történik? Változás. Változás történik. Bejön a menny, és megváltoztat mindent. Amen.